akkor most átadnám a szót én is a közönség sorájára csatlakozni, Lászlóék. Igen, hát ott remélem, hogy a technikával elbírsz. Nem tudom, hogy hallatszik, megpróbálok akkor így beszélni. Köszönöm ezeket a megtisztelő szavakat, és köszönöm a meghívást. Annyit szeretnék mondani, hogy Gereben Ferenc tanárulat én személyesen nem ismerem, ellenben, mint irodalom elméletet is tanító egyetemi oktató, használtam az ő műveit, de most nem tudok teljes mértékben kapcsolódni hozzá. Az olvasás tematikájához annyiban kapcsolódó, hogy igen, ennek a könyvnek, ahogy a Hertei úr elmondta, van egy alcíme, az erdélyi szellem arisztokratája, és kizárólag az irodalmi munkásságával foglalkozom Bánffy Miklósnak, ezért most elsősorban nem erről beszélek, mert nem akarok unalmas lenni, hanem azt, ami nincs meg ebben elsősorban nincs meg benne. És elnézést kérek, hogyha nem fogom tudni, életemben először kezelek ilyen műfajt, képeket, és ehhez pedig megkértem, nagyon sokat segítettem a köztünk kántor József képzőművész barátom, hogy ha nem tudom kezelni, majd is megkérem, hogy nyomogassa a gombokat. De én mindenképpen egészséget kívánok a távoló Gereben tanárónak, és remélem, hogy majd itt személyesen meg fogunk ismerkedni vele. Hogy mégiscsak kapcsolódjak az olvasás tematikájához, azt mondanám el, hogy ugye az ember mindig a maga szakmájában gondolkodik, zárt körülön, és azt hittem, hogy mi, akik konferenciát is szerveztünk évekkel ezelőtt Bánffy Miklósról, hát akkor, ha mi ismerjük az a néhány irodalomtörténész, akkor a világon mindenki ismeri. És amikor tavaly karácsony táján megjelent ez a monográfia-szerű könyvem, akkor meglepő módon nagyon sok a rádiótól, televíziótól, mindenhonnan jöttek távoli interjúkat, meg telefonos interjúkat, és a második, harmadik vagy az első kérdés az volt, hogy miért nem ismerik Bánffy Miklóst. Tehát akkor nekem valóban most az a feladatom, hogy beszéljek róla, azt én is nehezen ismertem meg, és ezzel el kell mondanom egy eléggé szomorú emlékemet, miért kezdtem én foglalkozni vele. 1973-ban Sörnyi Pál, érdemes az emlékét felidézni, tanárom volt Kolozsváron, a Kolozsvári Egyetemen, indított egy szemináriumot, szakszemináriumot a két világháború közti romániai magyar irodalomról, amiről addig nem is igen volt szabad beszélni, és ez is egy ilyen félig meddig legális, este 6-tól 8-ig, úgy félig titokban szervezte ezeket az előadásokat. Beszéltünk azokról Tamásiáról, akit mindenki ismer, beszélhettünk Kuncaladár, akiről ma már a világon mindenről tudnak, és egyszer szünetben súgta meg, hogy az, amiről itt szó esett, és majd fogok megpróbálok beszélni róla, az erdélyi helikon és a transzjuhanizmus, ami Trianon után megteremti a magyarság kulturális létének bázisait Erdélyben, hát annak Bánffy Miklós volt a tulajdonképpeni atya, de a nevét sem szabad leírni. Úgyhogy én ott hallottam először, és nem lehetett hozzájutni a könyveihez. 1982-ben Illés Endre adott ki először egy kötetet Bánffy legjelentősebb művéből, amelyről itt már szó esett, az erdélyi történetről, három kötetes. Azt hiszem, hogy itt a könyvtárban megvan mind a három kötet. Én most elhoztam egyet, ráadásul a második kötete két kötetből áll, annak a második kötetét. Azért aztán rettenetes állapotban van, mert nagyon sokat lapoztam, viszont ez az első kiadása. Hát elég rossz állapotban van. Az erdélyi szépnéves cég, amit szintén Bánffy Miklósék működtettek, és 1934-ben jelent meg az első kötet, közben írt a 36-ban, 37-ben a második, harmadik részt, és a 40-es években a harmadik kötet, majd a 43-ban a három kötet, illetve egyesek szerint öt kötet együttesen. Ezért most azt hiszem, hogy érdemes volna a pályafutását úgy megvizsgálni, hogy akkor miért is jelentős? Én azt mondtam, hogy író
számomra író elsősorban. De a történészek azt mondják, hogy politikus volt elsősorban. A képzőművészek azt mondják, hogy képzőművész volt. A művelődés történészek azt mondják, hogy kiválóan értett a képzőművészethez. Megpróbálom röviden elmondani azt, amit nem tudunk általában, csak nagyon röviden. Biztos sokat ki fogok felejteni. Nem tudják azt, hogy ő újította meg a Nemzeti Színházat és a Budapesti Operaházat. 1912 és 18 között kinevezték, mert akkor így ment, hogy kinevezték főintendánsnak. Formálisan ez úgy működött a korábbi évtizedekben, hogy egy jeles személyiséget, lehetőleg arisztokratát felkértek arra, hogy valamiképpen pártfogolja ezeket a kulturális intézményeket. Bánfival nagyon mellé fogtak, mert ő nem csak pártfogolta, ő irányította, és a korabeli kritika, a legszigorúbb kritikák szerint is alapvetően megújította a Nemzeti Színház és különösképpen az opera működését. És amit nem tudnak, végignéztem a Bartók szakirodalmat, a zenei szakirodalmat, sehol nem jelenik meg Bánfi neve. Márpedig Bánfi Miklós volt az, aki felfedezte Bartóknak az ott hevelő kottáit és művét, elővette, és volt annyira zseniális, hogy felismerte azt a zenei újdonságot, amit tartalmaz, és megpróbálta bemutatni. Nem volt egyetlen karmester, nem volt egyetlen énekes, aki vállalta volna akkor. Olaszországból hívott meg vendég karmestert, aki úgy vállalta, hogy 30 próbával, ami iszonyatosan sok, 30 próbával adták elő, és ezzel elindult Bartók Béla a világ karrierje. A fából faragott királyfi. És utána a következőt is, és ettől kezdve világkörüli útra indult. És nem emlegetik ezt a hihetetlen újítását. Egyébként különleges érdekesség volna, hogy milyen diplomáciával távolított el a kiöregedett, kevési tehetséges előadó művészeket és hozott fiatal tehetségeket, anélkül, hogy megbántotta, megsértette volna. Ez is egy külön, a színház történészek foglalkoznak ezzel. Ez az egyik. Azt sem tudják, ha a színháznál maradva, hogy miközben ő már Erdélyben élt, és ott is újjáélesztette a színházi életet, a szegedi szabadtéri színház akkor már működött ugyan, de próbálták naggyá tenni. Na most Bánfi Miklós madács szakértő volt, mint drámaíró is a legjelentősebb magyar drámának az ember tragédiáját tartotta, és azt mondta, hogy hajlandó részt venni és megrendezni, ha az ember tragédiáját rendezheti, és ezzel tette világhírűvé, mert Münchentől Bécsig, és még távolabbról is jöttek, és bekerült a világ körforgásába a szegedi szabadtéri játékok eseménye. Ez a legjelentősebb kulturális tevékenysége, most a műveiről nem beszélek. Nem is még ilyen lesz időnk, azt hiszem, de közben azt mondanám, hogy ha önöknek kérdésük van időközben, akkor jobb, ha már felteszik, hogy nem, hogyha sokat beszélek, akkor utána nem maradjon idő beszélgetésre, tehát lehet kérdezni. Azt is kevesen tartják számon, hogy a legnehezebb időben, 1921-22-ben, közvetlenül Trianon után, miközben titkos tevékenységet folytatott és próbált nyugati kapcsolatokat teremteni a Tanácsköztársaság idején, például Hollandiában álnéven, inkognitóban élt, és gicseket festett, hogy fenntartsa magát, és kapcsolatokat teremtsen az illegális magyar kormánynak. Utána ezért Bethlen őt kérte fel külügyminiszternek, és nem tudják, nem hallom bármikor Sopronról szó esik, nem hallom Bánfi Miklósnak a nevét, hogy neki köszönhető. Ő folytatta azokat a titkos és kevéssé titkos tárgyalásokat, hadakozott a hazai belső, nem mondom, hogy ellenzékkel, hanem a királyt visszahozni akaró harcosokkal, hogy tessék csendben ülni, mert különben elveszik tőlünk a maradékot is, és így harcoltak ki, és a genovai konferencián elintézte azt,
a titkos tárgyalásokkal, hogy engedjék meg a népszavazást. Tehát ez teljes mértékben az ő nevéhez fűződik. Egy másik különleges érdeme az Erdélyi Helikon, illetve Helikoni Társaság létrehozása, erről majd megpróbálok külön beszélni a későbbiekben, hogy amikor Erdélyben teljes letargiával esett az erdélyi magyarság, és Ilyes Gyula szerint 200 ezer, mások szerint több mint 200 ezer, 300 ezer magyar, legalábbis hivatalnok és értelmiségi és egyéb dolgozó menekült el Erdélyből, visszatért. Ennek külön története van, és rendkívül izgalmas ennek. Ezt én kutattam fel, bizonyos összefüggéseket. No hát, ezeket előzményként, előzetesként szerettem volna elmondani, és akkor visszatérnék a kezdetekre, hogy annak a korszaknak volt a szülöttje, amikor meg ugye az osztrák-magyar monarchiában élünk, 1873-ban született, mégpedig ott, és akkor most megpróbálom kezelni a készüléket. Látszik ugye a híres Boncidai kastély, amelyet úgy hívtak Erdély Versailles-ja, egész Európában híres volt, mindenképpen a legszebb magyar kastélyok közé tartozott, és a legszebb erdélyi kastély volt. Ez egy rajz, nem fotó, ez 19. századi rajz. Ebben született, ez volt az ő igazi szülőföldje, és csak hogy mellékesen jegyzem meg, amikor az irodalom történészek sokat vitatkoznak, hogy a nagy regénye, amit az imént felmutattam, az erdélyi történet, amelynek alcímeket, bibliai alcímeket adott, egyesek szigorúan dokumentumként olvassák, az arisztokrácia, jobbára az erdélyi arisztokrácia történeteként, illetve az erdélyi és magyarországi arisztokrácia bizonyos értelemben konfliktusaként emlegetik. Miközben ez regény, fikció. Csak az a különbség, hogy amikor Jókai Mór például, ha egy kastély leírását adja, vagy a szereplőket beviszi a közszívember fiaiban egy kastély termébe, akkor megmozgatja a fantáziáját és elképzeli. Tehát ettől lesz fikció. Bánfinak ott van a Burgig, a bécsi Burgig, és az Európa összes nagy kastélyáig és várai otthon van. Ezeken a bálokon ott van, vagy éppen előtte tesznek tisztelemnek híves, világhíressége. Tehát ő ezt belülről ismeri, ezért látszólag nem fikció, mert személyesen ismeri. De attól függetlenül regény lesz, és fikcionál regény lesz az, amit létrehoz. Egy szóval 1873-ban itt született, ebben a gyönyörű szép kastélyban. Sajnos rendkívül tragikus családi helyzet állt elő, az édesanyja meghalt, amikor ő 2 éves volt. És csak úgy megemlíteném, hogy az édesapja Ferenc József udvarában fő ajtón álló mester volt. Ne tessék kérdezni, hogy ez mit jelentett, milyen funkció volt. Nagyon fontos volt, és éppen ezért a gyerekek nevelését azzal segítették, hogy személyesen Erzsébet királyné magához hívta, és azt mondta, most a te gyerekeid árvák lesznek, adott neki címeket, neveket, hogy kik legyenek a nevelői. Tehát az Angliából hozatott személyesen Erzsébet királyné nevelőt. Neki, aki egész életében aztán Boncidán töltötte a további életét, illetve a kolozsvári években, és a gyerekek így kaptak kiváló nevelést. Csak úgy megemlíteném, hogy hát a Boncidai kastélyon kívül volt kastély Kolozsváron is, ott voltak a bálok, és ezt aki elolvassa a regény, majd a kolozsvári bálokról olvashat, a kolozsvári kastélyról is, de volt neki egy kastély, ha eltetszenek menni Budapesten, Kálvin tér mellett a Revicki utcában, és mindenki tudja, hol található a fővárosi Szabó Ervin könyvtár, két házzal arrébb mellette
Ott van egy pici-pici tábla, néhány évvel tették ki, hogy ez volt Bánffy Miklós kastélya. Mellette van a magyar irodalom másod. Ott Karinthy Frigyes lakott ott, és természetesen Babits Mihály lakott ott, tehát ott volt a magyar irodalom. Én ott tanítottam szemben a Szabó Ervin könyvtárral, és amikor a harmadik emeletem volt, és éppen a nyugat korszakát tanítottam, akkor mondtam a gyerekeknek, bocsánat, a hallgatóimnak, hogy tessék kinézni az ablakon a Szabó Ervin könyvtártól balra, a teljes magyar irodalom nagyságait. Látjuk, ha jobbra megyünk, akkor a Centrum Kávéház nem messze van, és ott szerkesztették a nyugatot Babicsék. Hát ilyen élményben is van az embernek része. Na tehát visszajutva, megpróbálok tovább haladni. Nézem ezt a... Azt hiszem, hogy ez mutatja, ez egy későbbi, azt hiszem ez már fotó. Látszik jól? Ez a kastélynak egy hitelesebb, ez már nem valami fotó, hitelesebb képe. És most tovább megyek, ez most a kastély. Na hát erről kellene beszélnem, ami a kettő között történt. 1800-as évek végén, amikor megszületik Bánffy Miklós, és 1944. szeptember, október, amikor a németek megtudják azt, ez az életének az utolsó szakasza Bánffy életének, megtudják, hogy titkos küldetéseket hajtott végre Bánffyvel. Annyira titkos volt, hogy a németek mégis megtudták. Egyrészt a Mánióval, a román miniszterelnökkel próbált egyezkedni, hogy Magyarország és Románia együtt ugorjon ki a háborúból, és akkor megmenekültünk volna sok mindentől. Másrészt az angolokkal próbálta ismét felvenni a kapcsolatot. Erről jelent meg egy könyv, egyébként Csapody Miklós történésznek erről a Bánffy Miklós titkos küldetéséről kell jelent meg egy szakkönyve, külön felnőtt a parlamenti jegyzőkönyvek alapján, nem az én szakterületem. Azért fontos, mert a németek ezt megtudták, és bosszúval, miközben ő Pesten tartózkodott a családjával, lebombázták, felgyújtották, és valami 40 teherautóval hordták el az értékeket, a kéziratokat, a levéltári anyagokat, óriási, el sem tudjuk képzelni, hogy micsoda veszteség. Ami maradt, azt azután a román hadsereg még rendbe tette, azután pedig, ami még azután maradt, és azért ilyenek a falak, azt már a helyi lakosság, a helyi román lakosság végezte el utoljára. Most pedig, amilyen beszélgettünk, hogy hát sokat tesznek, tehát ez ennél azért egy kicsit jobb állapotban van. Két évvel ezelőtt elmentem, megnéztem, de elsírtam magam, mert azért nagyon, nagyon nehezen látható a fejlődés. Ott tartottunk, hogy az 1800-as évek végén vagyunk, és Bánffynak tanulnia kell. A Kolozsváron tanul, tudjuk, hogy az 1800-as évek végén bizony nagyon jó egyetem volt, Ferenc József Egyetem működött Kolozsváron, ezen kezdte el a tanulmányait, majd a továbbiakban Pesten tanult, és nagyon sokféle. Ezt most azért mondom, mert az a vélemény, hogy az arisztokraták felszínesek voltak, költötték a pénzt, Bánffy részben a kivétel, részben pedig azok közé tartozott, akik azt mondták, hogy akinek ilyen óriási vagyona van, az felelősséggel tartozik a nemzete iránt. Tehát ő a tanulmányait arra használta fel, hogy később képviselhesse a nemzet érdekeit. A neveltetéséről azért van néhány érdekes adalék. Miután elvégezte az egyetemet, azért az aranyifjak, az arisztokratáknak a hibája őt is elkapja, és inkább elolvasom, hogy működik. Mintha egy modern, nagy ipari koncernnek a
vezetőségi tanácsa előtt lennénk. Elolvasom az édesapjának a szövegét, amikor összehívja az arisztokrata család, a Bánfi család teljességét, és a következő szöveget mondja. Tisztelt családtanács rokonaim! Hallatszik, azt hiszem, nem jól hallatszik. Szívem kimondhatatlan nagy fájdalmának érzésével úgyis, mint édesapa kötelességemnek tartom bejelenteni, hogy fiam gróf Bánfi Miklós önmagával meghasonlottá lett. Kibírhatatlan, összeférhetetlen magaviselete, gőgös természete rossz társaságokba kergette őt. Amikor érettségit tett és megkapta tőlem az ezüstpálcát, szokás volt, nem lett más belőle, mint gond nélküli bohém, és nem lett a mai idő munkaembere. A kolozsvári kaszinónak, a budapesti nemzeti kaszinónak tagja lett. Ott megismerkedett a kártyával, annak szabályaival, honnan teljes járatlanságával, tájékozatlanságával szemben pénzértől sokszor teljesen kifosztva került haza. Miből kifolyólag összeszólalkozások, veszekedések, lovagias ügyek, sőt, még párbaj esetek is keletkeztek. Több kisebb-nagyobb összeg erejéig váltókat hamisította, váltókra rá hamisította saját nevemet, melyeknek ellenértékét eltékozolta törzsvagyonom megcsonkítására. Kérem, kedves rokonaimat, tegyék magukévá az érzelmeimet. Határozzák el velem együttesen azt, hogy Miklós fiamat a fentebb felsorolt bűncselekmények sorozatos elkövetése miatt az illetékes hatóságok helyezzék gondnokság alá. Távolítassék el ez idő szerint néptelenné lett mezőbanyicai kastélyomba. Hát, mint mikor megbüntetnek valakit, mert eltékozolja a családi kincstárat. Ezt írja az erdélyi történetben. Ezt részben, de ez nem ott jelent meg, ez az idézet onnan való, hogy a családnak a jogtanácsosa megőrizte és feljegyezte, és ő jegyezte fel onnan, tehát ez nem a trilógiából való idézet, ő csak emlegeti ezt a jogtanácsosa. Én nem emlékszem, hogy a trilógiában. Van a trilógiában, szó van róla. Gyerőfi személyében hogyan tékozolja a vagyont a kártyázással, és mennyire... Igen, és az önvád nyilván, ez viszont a szó szerinti jegyzőkönyv. Na most ebben az izgalmas, hogy ez egy hosszú jegyzőkönyv, és azt mondja, hogy gondnokság alá helyezik. Utána azonban tesz egy megjegyzést. A gondnokság alá helyezés idejére a gondnokságot én, az édesapa gyakorolhassam. A szeretet azért így működött, és ettől csodálatos ez, hogy megróvom a fiamat, megbüntetem, ahogy kell, de a szeretetem azt tovább is követi, és a fáma leírja, és ez valóban megismétlődő jelenet a regényben is, hogy ebben a vidéki kastélyban egy évig tisztességesen mindazt, amit az egyetemén is tanult a gazdálkodásról, ezért mondtam, hogy nagyon sok minden politológiától, gazdaság és mezőgazdaság tudományokig és jogi tudományokig nagyon sokfélét, sőt, külkereskedelmet is tanult. Mindezek ismeretében kiválóan irányította a gazdaságot, és hát egy kicsit jelképesen, egy kicsit tréfásan fogta magát, és egy tehenet behajtott, hazahajtott az édesapjának, hogy ezt én hízlaltam fel. Tehát tudom gazdálkodni. Egyszóval az arisztokraták is ezek szerint emberek voltak a maguk módján, és úgy viselkedtek, ahogyan azt minden családtól elvárnak. Még meg kell jegyeznem, mert azt szokták mondani, hogy elképesztő, ugye a politika történet úgy tartja számon, hogy hát parlamenti képviselő, mi mindent, amit érintettem, és a parlamentben nagyon sokszor felszólalt, de erre majd visszatérek, különösképpen Erdély érdekében, hogy a magyarság, elnézést kérek most ezért, de hogy a magyar királyság elhanyagolja Erdélyt, miközben Erdély a 48-as forradalomban követelte, szerette volna az uniót, meg is valósult, de Erdélyt mégis elhanyagolják. És ő kidolgozza annak, leírja, ennek munkát, tudományos munkát készít, hogy hogyan kell Erdélyt úgy fejleszteni, hogy önálló, de közben a magyar királyság része legyen. De közben mi mindent tanul? Kiderül, hogy tehetséges képzőművész. És Székely Bertalannál, egy faluval arrébb,
van a székháza. Székely Bertalannál tanul festészetet és egy kis szobrászatot is. Elvégzi a tanfolyamot, vizsgamunkát végez, és Székely Bertalan felajánlja neki, hogy maradj itt köztünk, és szobrász nevelek belőled. Azt mondja, hát nem lehet, hát én arisztokrata vagyok, apám mit szólna hozzá. Ugyancsak ezen közben, részben Kolozsváron is, de Pesten is jár az operába, és senki nem tudja beáll statisztálni, meg a színházba is beáll statisztálni. És hát itt kerül kapcsolatban elsősorban a színházzal, és kiderül, van egyszer, Peugró szerepet kap Pesten a Nemzetiben, és annyira megtetszik a rendezőnek, maradj itt és végezz a tanfolyamot. Nem lehet, hát apám mit szólna hozzá, kiülna. Tehát állandóan ottól érül, és ezért fogalmaztam úgy egyszer egy tudományos konferencián, hogy Bánfi Miklós az arisztokrata hátrányos helyzetű író. Mert az irodalomban emiatt folyton dilettánsnak tekintik. Minden, és meg kell mondanom, hogy szomorú dolgot mondok. Adi Endre volt az első, aki dilettánsnak nevezte. Tréfásan ugyan, de ez úgy ráragadt, hogy a később, amikor 1982-ben először ismét meg lehetett jelentetni egy kis részt a trilógiájából, akkor Illés Endre, aki bizonyára sokan tudják, hogy mit képviselt, milyen irányvonalat képviselt a maga idejében, írt egy előszót hozzá, de ebben az előszóban azt emlegeti, hogy hát már Adi is megírta a dilettánsot, tehát ismét csak a dilettantizmus, és ez végig kíséri. Na most a képzőművészetben pedig ő nem akart festő lenni, de most csak példának hozom fel, hogy amikor a tanácsköztársaság idején elment, hogy titkos küldetés végezzen, és akkor inkognitóban jár, tettem utalásra korábban, akkor egyszerűen nincs mivel megélnie, mert Károlyi Mihállyal, aki Magyarországon teljhatalmú úr, eltárs, nem küld neki pénzt, mert ő tulajdonképpen titokban végzi a küldetését, hogy Magyarország mellé állítson legalább néhány angol vezető politikus, akkor Hollandiában kóricál, és kiadja magát festőművésznek. Ilyen utcai festőnek, és meg tud élni, tehát azt akarom mondani, hogy az amatőr festőből profi festő lesz, mert eltartja magát arcképfestészetből, és gicseket fest. Na, egy igazi arisztokrata, attól arisztokrata, hogy sokszor esik fejre, mindig talpra esik. Mondani, így nevelték őket. Ezen kívül kiderült, és sokáig nem tudták pontosan, de ma már a kutatók feltárták, a kolozsvári kutatók, hogy nagyon magas szintű zeneórákat vett, mert azt tudjuk, hogy zongorázott időnként felkérték a bálokban, hogy zongorázzon, és hogy honnan tudott zongorázni? Hát onnan, hogy a legjobb zongora tanárokhoz járt tanulni, és kiderült, hogy vannak szerzeményei, tehát ő, amikor Bartókot felfedezi, az nem véletlen, neki a zenei műveltsége is megvan. No, ezért lesz az, amiért én itt egy bizonyos fejezetekben azt használom, hogy nemzetgazda és mecénás Bánfi Miklós, mert egyrészt ott a vagyona és azzal gazdálkodik, másrészt pedig ő a mecénásságot is van egy gyönyörű szép esszéje. Dávid Gyula Kolozsváron tette közzé ezt az esszét, a mecénás ez a címe, és hogy egy mecénás a művész. Azt állapítja meg, hogy az igazi mecénás az önmagában is csak akkor jó mecénás, hogyha művész. És akkor végigveszi ennek a történetét a távol-keletről. Azért most eszembe jutott, hogy mutogassak képeket is. Fiatalkori képek körülbelül, amikor Pesten gyakrabban fordul meg. És ha tovább megyek, ezzel indultam előbb. Hol szerezte a műveltségét? Ez megmaradt, ez ma már nincs ezekből a könyvekből egyetlen sem maradt meg, mert ezt elégették, ugye részben a németek, részben, ahogy mondtam. Parancsolj! Ez lenne egy hozzáfűzésem. Parancsolj! A könyvekhez. Diákkoromban az egyetemen az egyik asszisztens elmesélte, hogy Boncidai volt. Boncidai születésű, és elmesélte, hogy a háború után ők, mint gyerekek, a pincéből hozták fel a eskős üvegeket, és
verték a falhoz, hogy élvezték, hogy pukkan. És ugyanez a technikus mesélt el, hogy a nagy könyveket lerakták a sárba járdának, ezek román gyerekek voltak egyébként, hogy a cipőjüket ne koszolják el. És hogy a szekeret tudják kihúzni a dagonyából. Igen. Téga helyett legalábbis. Téga helyett használták a közönek. Csak ez, az a baj, hogy ez meg anekdotának is keserű. Hát, igen. Ennek tény. Sira, sajnos tény. Valóság néha, igen. Kurvább, igen. De élő tanútól hallottam. Hát igen, igen. Ez, köszönöm az információt, de légy szíves, írd le. Tényleg, hát ha megtanulom. Még egyszer elmesélem, hogy te írd le. nem az én hivatásom, hanem akinek a dokumentum van. Ez siralmas, nem is tudom leírni. Tehát ez a könyvtárnak egy része. Egyébként Illés Endre abban az előszóban emlegeti, hogy hogyan emeli le Bánffy a könyveket, és görög nyelven olvas, latin nyelven olvas, németül, franciául, angolul, tehát mindezeket megtanulta. Jóra használták fel az arisztokrata létüket. Megpróbálok tovább menni, hogy így nézett ki a nagy ebédlő, ezt a képet találtam meg, és a Jóska segítségével megörökítettem itt önöknek is. És most megláttam ezt a gépet, jól megláttam, mert majdnem elfelejtettem volna. Beszéltem arról, hogy titokban színházba jár, titokban zenét szerez, és állítólag fennmaradtak ottái, és titokban ír. Egyesek szerint ez néhány éve került elő. A Mesék című kötete, ott van, látszik az alcím. Felnőtteknek. Ma már 12 éven aluljaknak is javasolt lehetne, de akkoriban ez felnőtteknek szólt. Az nem így jelentette meg, nem ebben a formában. Egy állítólag, aki látta, egyetlen egy példányra emlékeztek a kortársak, akik a Helikon szerkesztői voltak, egy kis vékony füzet volt, de mély nyomású papíron. Ezt Sas Péter szerkesztette meg úgy, hogy betette a korabeli rajzait. Na most ez állítólag 1896-ban jelentette meg ezt a könyvet, mondom, nem ebben a formában, és titokban írta a novelláit. Ehhez csak annyit nem szeretnék unalmassá válni, de Bánffy Miklós, és nem tartják számon, a szecessziós magyar irodalom szerintem legjelentősebb képviselője. Nem tudják, mert nem ismerték ezt sem. A magyar szecesszió írói között Kródit tartjuk, de sokkal később teszi. Babicsnak bizonyos novellái, Bánffy Miklós viszont sokkal hamarabb megírta a maga szecessziós novellái, és az egész életművét áthatja egyébként a szecessziós stílusa, a rajza is. Azért tette, valószínűleg Sas Péter azért tette fel ezt a borítót, mert ez viszont, ami az életművét a továbbiakban végigköveti, hogy nagyon szeret díszleteket rajzolni, színpadterveket készíteni és kosztümöket rajzolni. És ezek mind végig a szecessziós nyomokat viselik. Jóskától, mint képzőművésztől megkérdeztem, hogy megnéztük közösen néhány rajzát, hogy ő értékesnek tartja el, mert senki nem mer véleményt mondani a műveiről. A kortársak, egyesek bevallották, van egy erdélyi, nagyon híres Bánffyval kortárs festőművész, aki túlélte Nagy Imre, aki mikor meglátta Bánffy műveit, azt mondta, hogy hát ez nekem nem nagyon tetszik, én jó írónak tartom, de nem szeretem. Na most az történik, hogy körülbelül a 30-as évekre a népi kultúra divatja, a népi irodalom hatásokat, nagyon helyesen egyébként, egy ilyen erős, kemény vonású, de majd Jóska igazol engem, vagy ellenmond nekem, hogy szerintem ez vált akkor uralkodó irányzattá, és a Bánffy-féle szecessziós stílus, ez, amit itt látunk, amit ő egész öreg koráig képvisel azért, de a maga helyén, ez már nekik nem tetszik, túlságosan arisztokratikusnak, túlságosan átesztétizáltnak tűnik. És mindjárt szerencsére megláttam a következő képet. Megpróbálom, igen. Ez a hölgy,
el lehet olvasni ugye a nevét? Bornemisza. Bornemisza, Bára Bornemisza Elemérné Szilvási Karola. Rengeteg legenda és mítosz lengi körül ezt a hölgyet. Ő volt az első nagy szerelme. És úgy ismertettek meg, hogy Bánfi titokban írt, már nagyon fiatalon egyetemista korában egy színdarabot is, amit nem találtak meg mind a mai napig. Állítólag egy Sepsiszentgyörgyön élő színház történész a nyomára bukkant valami leleteknek, de nem a teljes szövegnek, de a lényeg az, hogy valami kapitány van a címében, tehát egy ilyen jókaira ütő romantikus történet lehet, és ebben az arisztokraták előadást szerveztek. Az arisztokraták előadása az valóban amatőr előadásnak minősül, mégis nagy visszhangja van, mert hát arisztokraták, és mikor fellépett benne Karola, és annyira szép volt a színpadon, annyira jól játszott, hogy volt egy pesti kritikus, aki azt írta, hogy hát itt van egy tehetséges színésznő, és jöjjön fel Pestre játszani, de hát persze nem vállalhatta. Viszont ebből kettejük között egy egész életre tartó kezdetben szerelem, később pedig barátság bontakozott ki. A szerelem azért nem bontakozhatott ki valószínűleg, mert az apának, aki nagyon szigorú volt, mint láttuk, valamilyen módon ellenvéleménye volt Bornemisza Karolával szemben, és nem engedte. A későbbi feleségével, akiről sokkal többet írtak, Váradi Aranka, ő viszont színésznő volt Budapesten a Nemzeti Színházban, és ott ismerkedett meg vele Bánfi Miklós, úgyhogy ő viszont a Váradi Aranka, majd megpróbálom megkeresni, de ha oda tudok ugrani, hopp, talán itt van. Ő a Váradi Aranka, az egyik, ami egy műtermi felvétel, a másik pedig színpadon. Állítólag egyes leírások szerint nem volt nagyon szép nő, mások szerint viszont nagyon tehetséges volt, és akkor ez ellensúlyozta. Ráadásul Váradi Arankának az édesapja híres zeneszerző, színpadi szakíró, nem zeneszerző, hanem drámaszerző és színpadi szakíró volt, és hát a színpadon, ahogy van egy nagyon szép leírás, hogy elében jött, egy leveleiben, emlékirataiban írja, hogy megdobogott a szívem, hogy megláttam és éreztem, hogy nagy szerelem lesz belőle. Csak Váradi Aranka éppen akkor vált el, és a katolikus egyház tudjuk, hogy nagyon nehezen adta meg az esélyt, úgyhogy nem későre, 1929-ben tudtak hivatalosan összeházasodni. A közös lányukat viszont akkor tudták, ő örökbe fogadta már azelőtt hivatalosan, de meg kell esztelni, csak az apa halála után tudták, és a katolikus egyház jóváhagyása után. De közben visszamegyek, mert még itt tartottunk a Karolával történt ismeretség után. Ha kicsit kronológikusan vizsgálom a munkásságát, akkor oda kell eljutnunk, hogy eljutunk a világháborúig, az első világháborúig, amit Bánfi ellenzett. Azt hiszem, hogy itt fel kellene olvasnom ismét egy részt. Azt hiszem, hogy nem azt nem ide jelöltem be. Nem baj, mert itt azt hiszem, hogy itt megtalálom az emlékirataiban, amelyben részletesen beszámol a külügyminiszteri tevékenységéről is. És azt mondja, minket Ausztriával való kapcsolatunk sodort a háborúba. Olyan háborúba, amit Magyarországon senki sem akart. Ami osztrák főherceg meggyilkolása miatt indult. A szerb ultimátumot is Bécs akarta,
és azon a koronatanácson, melyen elhatározták, egyedül Tisza István, a magyar miniszterelnök mondott annak ellent. Sok történész véleményével szemben én hitelesnek tartom ezt a véleményt, bár nem vagyok, mint mondtam, nem vagyok történész. Ebben az időben összefut a munkásságában nagyon-nagyon sok minden. 1912-ben kinevezik, mint említettem, az opera és a Nemzeti Színház főintendánsává. Említettem, hogy akkor itt hatalmas újításokat szervez, és például az operát átépíti, olyan állítólag, hogy ami a mai azután még voltak átépítések, de ő tovább bővítette és korszerűbbé tette. A Nemzeti Színháznál nem igen szólt vele, mert ott nagyon jó Hevesi Sándor volt a főigazgató, és rábízta a vezetést. Ugyanakkor ebben az időben a háború közepére jutunk el, 1916-ban, amikor meghal Ferenc József. Király kell Magyarországnak. És itt következik be az a helyzet, ami Bánffy munkásságában egyfajta ellentmondás lesz, tulajdonképpen meghasonlás is. Őt bízzák meg a koronázási, ezt sem sok mindenki tudja, a teljes koronázási szertartásnak a megszervezésével. Megpróbálok... Koronázási szertartásnak ez egy festményben megörökített változata, nem tudom, hogy elég jól látható. Úgy látom, ez egy kicsi romantikus. Na most itt egy olyan felvételt látunk, ami viszont fotókról látható, hogy Bánffy Miklós a koronázás napján itt meg ott meg amott megjelent, és természetesen a dísz viseletben, ami viszont fontos itt a koronázási díszőrséget láthatjuk, ez fotó, és azért nem túlságosan jó minőségű, de amit szeretnék megmutatni ezzel kapcsolatban, ez a kép, amiről ő maga is ír. Nem tudom, onnan olvasható el, vagy én próbáljam meg elolvasni. Olvasható. Úgy nevezett Barancs Hartantyús lovagok. Ő szervezte meg. Ez tőle való az idézet. Oldalt megjelentek a fülavatandó Equitus Aurati, az Arancs Hartantyús lovagok. Vagy 50-en lehettek csupa frontharcos tiszt, csupa szürke egyenruhák. Kopottak, fordozottak, elnyűlt bőrövek, megbarkolt szíjak. A fáradt bakancsokon meglátszott mennyükkel félték erőszakosan, hogy kifényesedjen valahogy. Az élőkön bankósok, falámosok, sándítok, kopontva és így tovább. Ami ebben döbbenetes ebben a jelenetben. Bánffy elvégzi a rákírót feladatot. Művészi munkát végez, sőt az akkori legjobb tervező Kós Károlyt, akinek a neve ismert, Kós Károlyt, aki akkor már arról nevezetes, hogy az állatkertnek a pavilonjait elkészítette, és már nemzetközi hírneve van, őt kéri fel a dekorációk elkészítésére, a templom kívül belül, meg a díszdomb megtervezésére. Ugyanakkor annak ellenére, hogy arisztokrata, hogy magas funkciókat tölt be, megszervezi azt is, hogy behívja ezeket a szerencsétlen veteránokat, akik nyomorultak, kopottak, ebben az óri, főúri társaságban kopogva, négy kézláb, fél lábon, ugrálva megjelennek ezek a szerencsétlenek, és ez olyan, mint egy művészi kompozíció, úgy képzeljük el. Ez megjelenik az emlékiratában, ahogy leírja, az önmagában is művészi kompozíció, és szerintem nem főúri, művészi alkotói
teremtői bátorság kellett ehhez akkor, hogy ezt a, éppen a királya avatás szertartása keretében bemutassa. Ugyanakkor egy időre behívják a katonai tevékenységet is el kell végeznie, és itt olyan a kutatások, amiknek én utána néztem, nem egyértelműek. A Kárpátaljára vezényelték ki, ahol állítólag a saját leírása szerint, de nem tudjuk, hogy ez tapintatos körülírás, vagy pedig a valóság, ahol az volt, vagy az lett volna a feladata, hogy a Kárpátalján történt konfliktusokat, nemzetiségi kisebbségek közötti konfliktusokat valamiképpen egyensúlyozza, ellensúlyozza. Kevés dokumentumok van erről, nem tudjuk pontosan, hogy mit hajtott végre. Ezekből az emlékirataiban nagyon óvatosan kerüli. És ezek után következik az az időszaka, amiről beszéltem, hogy vállalja azt a titkos küldetést, hogy miközben tudja azt, hogy Károlyi Mihály nagyon rossz hírnémnek örvend a nyugati világban, ezért ő megy el kapcsolatokat keresni, segítséget keresni a nyugati világban, így keveredik Hollandiába. Később pedig, amikor a trianoni konferenciát készítik elő, akkor megpróbálja az angol kapcsolatait működtetni, Betlenékkel teljesen titokban. A franciák lesik, tehát állandóan a nyomában vannak. Úgyhogy nem sikerül a kapcsolatokat felvenni, bekövetkezik a tragédia, és mégis elvállalja Betlen biztatására a külügyminiszteri tevékenységet. Olyan óriási feladat ez, aminek ilyenkor ilyen nehezen találom a szavakat is, mert azt írja az emlékirataiban, hogy idegileg néhány évvel teljesen összeomlott a külügyminiszteri munkássága miatt, mert olyan számtalan irányból kapott nyomást, nem hagyták, sem belföldön, sem külföldön nem hagyták, hogy végezze a feladatát. Illetve azt mondtam, ő neki köszönhető az, hogy a Népszövetségbe felvették Magyarországot, neki köszönhető az, hogy kiharcolta, engedjék meg a népszavazást Sopronban, Sopron környékén, és legalább Sopron, ha Burgenlandot már el is vették nagy részét, de Sopron legalább népszavazást tarthasson és visszakerüljön Magyarországhoz, és eközben érik a különféle támadások. És most keresek valamit, amit nem tudom, hogy egy szöveges részt, ahol a támadások is nem, azt hiszem, hogy rossz irányba megyek, egy szöveges részt kellene keresnem. Nem. Ezt szeretném megmutatni. Ez egy nagyon tragikus szövegrész. Én nemrég találtam meg ezeket a naplókat Prónai Pálnak és Páter Zadralecnek a titkos naplóját. Elolvasok én belőle. Írják ezt a titkos naplójukban mások, a Prónai Pál, Bánfi kapcsán, megteremtették a maffia magját, melyeknek tagjai kivétel nélkül leszervezték az X-be. Ezt úgy is írják, hogy E-X, E-X-el. Mindjárt elmondom. Amelyel azután ellensúlyoztak a hadseregben és a politikában megnyilvánuló legitimista szervezet. Sréter azonban ebben a magas állásban jutva
ezen utóbbi áramlattal tehetetlennek bizonyult, mert ugyan ezen évnek őszén már is kibukott, őt követte azután Belicska Sándor. Amint a dolgok későbbi folyamányáról tapasztalni fogjuk, mindent a katonai politikai tényezőket, amelyek egymás filmszerű gyorsasággal felváltották, mint a sakkfigurákat, és most tartunk ott, Trianon utáni állapotnál, Gróf Petlen István, Gróf Teleki Pál, Gróf Bánfi Miklós, ez a három erdélyi szabadkőműves mágnás írja ezt Rónai Pál. Igaz, ez a három szabadkőműves erdélyi mágnás igazgatta egyelőre a háttérből. Nekik sikerült Horthy bizalmába férkőzni, mégpedig Petlen Istvánné született Mocsonyi Margit grófnő útján, aki akkoriban még igen csinosan nézett ki, és az 1920-as években majd minden nap megfordult a kormányzónál, aki Levilincserre sikerült az ő kritikai politikájának, vagyis az erdélyi oktáns politikának megnyerni. És a másik, ez Páter Zadranec, elmondom mindjárt, hogy ki volt meg Páter Zadranec. Frankamizsikpásban. Igen. De számunkra most nem ez a lényeges, hanem törvényes szükség. Ugye politikai, hogy nem akarok belemenni, hanem csak bármi kapcsán mondom el majd. Amint a Páter Zandrámez viszont azt írja, amint feltűnt egy új név csillag a magasságokban, pláne a miniszteri székben, utcó neki mindjárt küldtek hozzá idézőben beszervezőket. És az ilyen magas helyről beszervezetteket mindjárt a vezető helyekre tették. Szerencse, hogy csak 7 vezéri szék volt, az is betöltve. Azért mégis találtak el módot, hogy Bánfi külügyminiszterről a beszervezés után rögtön vezér lehessen a lemondott és minden nyilvánosságtól, még az ex-ből is elvonult Schröter miniszter helyébe. Ezen módszer rendkívül sokat áldott az ex-nek, és hova tovább politizálható emberek ugródeszkáival tette. Hiába szónokoltam erről a végén végállt a tanácsban, csak így hallottak talán a dolgok. És az elhelyezkedési láz, mely annyira jellemezte 1920-ban a társadalmi életünket, nagyrészt az ex-en hümpölgött keresztül és így tovább. Na most ezt azért kellett, nem lehet megkerülni. Ha tisztességesen szembe akarunk nézni a korszakkal, akkor ezt a két szöveget nem lehet megkerülni. Ha jól megfigyeljük a két idézet, egyszerre vádolja azzal Bánfi Miklós, hogy szabadkőműves, és egyszer vádolja azzal, hogy az ex-nek a tagja. Ehhez viszont tudni kell, nem tudom, hogy ismerjük-e, mi volt ez az ex. Akkor elmondom, mert én mondom, nem vagyok történész, de irodalmárként az ember néha olyan nyomokra téved, amit az a történészek nem tárnak fel kellőképpen. A 1920-ban betiltják májusában, nem pontosak a dokumentumok, nem egyértelműek a dokumentumok, május 14 és 20-a között betiltják a szabadkőműves pályaukat. Addig az osztrák-magyar birodalomban a bécsi részen, tehát az osztrák részen tiltottak voltak a szabadkőműves pályaok, és Magyarországon működtek. Trianon után betiltják Magyarországon, működtek Bécsben, illetve részben a szomszédos országokban. Én most elmentem, megnéztem, lefényképeztem, mert azt írják, akik jobban ismerik ezt a témakört, történészek, a milyen utca, az András utca, a párhuzamosan nyugati mellett a Podmanicki utca 34 szám alatt volt az országos székházuk a szabadkőműveseknek. Ezt számolták fel egy meglepetésszerűen, viszont megnéztem, valóban az igaz lehet, hogy a házak egymásra épültek, és valószínűleg a padlásokon keresztül sok értéket ki tudtak menteni. De számunkra még ez sem lényeges, hanem az, hogy amint betiltják, ugyanebbe a házba, ugyanebbe az épületbe beköltözik az Eterközi Szövetség, és mindazok a szervezetek, amelyeket Horthy és az új kormányhoz létre, ugyancsak mint titkos szervezetek, a nemzet védelme érdekében. Tehát szemben áll egymással a szabadkőművesség, és az úgynevezett ex, az Eterközi Szövetségnek a rövidítése az ex. A titkos jele, így írják alá, amikor levelet írnak egymásnak, hogy EX, ezzel írják alá, vagy EKS, ez volt egymás után. No, ezzel vádolják. Aki
a magyar kormányban ebben az időben valamiféle fontos szerepet vállal, attól elvárják, hogy ebben a szervezetben részt vegyen. Bárfi tehát egyszerre vádolják azzal, hogy szabadkőműves, és egyszerre vádolják azzal, hogy ennek az ex-nek is vezetőségét, ami nem lehet igaz. Én utána néztem, a Bárfi családban a 17. században, 18. században voltak szabadkőművesek, és az a szabadkőművesség kifejezetten az osztrák birodalom hatalmáit kiátszva a nemzeti érdekeket képviselte, tehát ezek a pávolyok. Ugyanígy létrejönnek, megszüntetik Magyarországon a páholyokat, és létrejönnek Erdélyben. Amikor erről nagyon keveset, vagy semmit sem tudtam, 1992-ben Raffay Jernő eljött hozzánk a főiskolára, ahol tanítottam és előadást tartott a szabadkőművességről, hogy az milyen szörnyű ártalom, és valószínűleg az volt, nem tudom. De én rákérdeztem, mit tudom arról, én tudom azt, hogy mert beszéltem olyan a 70-es években egyetemistaként, amikor Tamásiról írtam a szakdolgozatomat, még élő tanukkal, hogy az erdélyi íróknak és vezető személyiségeknek jelentős része szabadkőműves volt. És nem tettek rosszat a nemzetnek, hanem csak jót akartak tenni a nemzetnek. Tamási Áronnal az élen egyébként, akit mindannyian ismerünk. Tehát Makkai Sándor a püspök. Tehát a szabadkőművesség a román uralom alatt, a román uralom ellenében próbált valamit létrehozni. Na most ez bonyolítja meg ezt a világot, és Bánfinak nagyon nehézé teszi a külügyminiszteri sorsát. Egyetlen egy példát még, amit szintén azért merek mondani, mert nem vagyok történész, amikor ismét egy genovai, a népszövetségi megbeszélés van, és a magyarság érdekeit próbálja képviselni, és Benes kiáll azzal, hogy Magyarországban még többet akarnak. És hogy Benessel szemben kiáll, felépíti a régi arisztokrata kapcsolatait Genben és Genovában. És akkor félrehívják, azt mondják, hogy jó, de intézd el Hortival, hogy engedje meg a szabadkőműves páholyok működését ismét. Szóval erre nincs felhatalmazásom, hogy ígéretet tegyek erre. Tehát, hogy mennyire bonyolult ez a helyzet, és Bánfi ebben aztán felőrlődik, és akkor dönti el, itt van az emlékirataiban, nem írja le egyértelműen, de lehet következtetni a sorok közötti szavaiból, hogy ekkor dönti el, hogy neki Erdélyben van a helye. Tehát végzi a külügyminiszteri tevékenységét, és egyszer csak, úgymond megegyezik Bethlennel, hogy visszavonul. És én most végeztem egy kis irodalomtörténeti nyomozást. Az történik, mondhatom, hogy unalmas vagyok. Az történik, hogy van egy kiváló írom, Kuncz Aladár, akit már emlegettem. Erdélyi származású, az Ötvös Kollégiumnak a kiváló tanítványa, imádja Párizst, 4 évig fogságban élt, és utána megírja a világirodalom egyik legszebb láger történetét a saját emlékei alapján. Mindenki ismeri. Miután visszajön a fogságból, Magyarországon éppen Kumbéla van. Egyáltalán nem érzi jól magát, és keresi a helyét. Akkor jön ugye ismét a társadalmi változás, és neki felajánlanak a nyugatnál munkatársi állást, illetve, mivel olyan hatalmas tudása van, egyetemi tanszék várja Kuncz Aladárt. És egyszer csak megjelenik Kolozsváron Kuncz Aladár. Mégpedig olyan furcsa módon, hogy kap egy ösztöndíjat a Bethlen kormánytól. Egy olyan ösztöndíjat kap, amit nem fizetnek neki állítólag, nem tudjuk, tehát ez még mindig ezt történészeknek, politológusoknak kellene felkutatniuk, hogy visszatér Erdélybe, és itt elvégzi azokat a teendőket, amit egy erdélyi számozású, nagy tudatosú, nagy műveltségű értelmiségének kell elvégeznie. 1923-ban megjelenik az Ellenzék című újságnak az irodalmi melléklete szerkesztőjeként Kuncz Aladár. És ott egyre másra ír Bánfi Miklósról. Tudni kell, hogy az Ellenzék
Bánfi Miklós tulajdonában van. Pontosan nem teljesen, ez nem így működött, hogy az ő tulajdonában részvényese, ő is részvényese az ellenzéknek, és az a megbízatás, hogy a kissé elposmányosodott erdélyi irodalmat, ő, aki a nyugat munkatársa és nyugatot járt kultúrember, emelje európai színvonalra. Trianon után vagyunk. Ő ezt meg is teszi, nagyon jól csinálja, és 1923-tól egyre fontosabbá válik. De 1923-ban jelenti be Bánfi Miklós, hogy ő is vissza fog vonulni. Elvégzi még a magyarországi teendőit, még néhány funkciója van, és 1926-ban visszatér Erdélybe. Márpedig ez alatt Erdélyben, és itt lép közben az, amit mondtam, nagyon fontos a transzilvanizmus, amit mi transzilvanizmusnak nevezünk. A transzilvanizmust általában elsősorban Kós Károly nevéhez kötik. Kós Károly, akit ugye ismerünk innen, mint építész. Csak hogy Kós Károly erdélyi, pontosabban ő is párciumi bánsági születésű, de Kolozsvárt tekintette igazi szülővárosának, mert ott nevelkedett. Onnan került fel Pestre, és már a 10-es években visszatért, és Kalotaszegen vásárolt magának egy telket, egy kis birtokot, saját kezűleg felépítette azt, amit a irodalom történetet tanult, úgy hívják, hogy Varjóvár. Ezt a szocializmusban természetesen elvették tőle, mert azt mondták, hogy egy magyar embernek nem lehet vára. Na most ez a Varjóvár akkor, amit ez a terem körülbelül, és saját kezűleg építette, de vár. Megjelenteti 1920-ban a Kiáltó szó című röpiratot, amelynek az a lényege, hogy ébredjetek, erdélyi magyarok. Nem tehetjük azt, mi nem engedhetjük meg magunknak azt, amit 1949-től a magyarság, a forradalom leverése után egy passzív ellenállást folytatunk, mert akkor elpusztulunk mindannyian. Tehát Kós Károlyék újjáélesztik az életet, de mivel a politikai élet nem lehetséges, a kultúrát teremtik meg. És létrehozzák az erdélyi szépnéves székkiadót, hogy legyen egy kiadó végre. Gyönyörű szép, ebben jelent meg. Ez egy gyenge változata, tehát ez a sorozat volt. Van ennek vászonkötéses, nagyon szép kiadvány. Néhány év múlva már kifizetődő volt, gyűjtéseket folytattak, és úgy sikerült érvényre juttatni az eszmeiséget. És azt mondták, hogy ha minket elnyomnak, nem engedik, hogy mindenhova, minden pozícióban románokat helyeztek, nekünk egy lehetőségünk van, hogy hozzunk létre autokton magyar erdélyi kultúrát. Kós Károlyék ezt elindítják, és a következő lépés tehát Kuncaladár, aki megjelenik. Kuncaladár pedig viszi előfutára, és ez az én meggyőződésem most már, Bánfi Miklósnak, aki 1926-ban jelenik meg, és azonnal létrehozzák, és most próbáljam meg, ebben vagyok én ügyetlen, a Helikoni. Ja, ezt nem mondtam itt, igen, megyek. Ezek a képek azért fontosak, amiket itt mutatok. Ez a genovai konferencián annyira unalmas és hosszú időhúzás zajlott, igazából nem intéztek semmi jelentőset, hogy Bánfi Miklós unalmában elkezdte rajzolni a világ legjelentősebb politikusait. És ennek a konferenciának egyetlen igazi haszna lett mindmáig, hogy Bánfi Miklós elkészítette ezeket a grafikákat. Ezt tessék csak megnézni jobban. Még többet adjatok, még többet adjatok. És ezt kiadta álnéven, nem a Bánfi néven, és hál' Istennek most a 2000-es években újból kiadták, úgyhogy engedélyt kértem a Szabó Ervin könyvtárból egy napra, és fénymásoltam, úgyhogy a saját tulajdonom is megvan fénymásolatlan, és most önöknek is elhozom, hogy ezek
Igen, a karikatúrák világhírűek most már ezek, és nagyon fontosak, mert jellemzőek ezek a karikatúrák. Íme volt humorérzéke, önmagát is karikírozta Bánffy Miklós ilyen, és nem tudom, Jóskának kérdeztem a véleményét, én azt mondja, hogy minőségi munkák ezek a grafikák, ugye? Tehát így bebizonyítja, hogy tanult rajta. Ez az önarckép egy nagyon hitvesztett kifejezést sugal, vagy reménytelenséget valahogy, hogy az ember nézi. Hát bizonyára igazolom, én nem nagyítottam még ki, ilyen nagyban nem láttam, de valószínűleg igen. Egyébként dohányzott, egész haláláig dohányzott, és azt mondta, ő is Kóskáról is rettenetesen sokat dohányoztak, és azt mondták, hogy mind a ketten, hogy úgysem a cigarette fog minket a sírba vinni, így is történt. Egyiküket sem. Próbálják visszatérni. Az Erdély Helikont próbálom. Az Erdély Helikont... A Szaladárnál maradtunk, hogy mikor lépett be Kuncaladára? Igen, Kuncaladár, tehát 1923-ban már ott volt. Egy nagyon szép fiú volt, és nagyon szerették Kolozsváron, minden a körünkbe befogadták pillanatok alatt. Viszont sokan szerették volna, hogy Boncida legyen annak a szervezésnek, annak a rendezvénynek a székhelye, amely összefogja az erdélyi magyar értelmiséget és az erdélyi magyar írókat. Ez lesz az önfenntartó intézménye Erdélynek, az erdélyi magyar író rendezvénye. Végül is az apa nem egyezik bele, mert a kastély még ugyan mindig nem a Bánffy Miklós saját tulajdona, és egy fiatal arisztokrata, Kemény János ajánlja fel, mikor megörökli, szerencsére éppen ekkor örökli meg a Maros-Lécsi kastély, bizonyára sokan jártak arra a Maros mentén, ahogy haladunk fel a hegyekbe, a Maros-Lécsi kastélyban szervezik meg 1926-ban az első találkozót. Nos, ebben a, most már készen van egy Erdély Szépműves című könyvsorozatunk, ami a magyar írókat összefogja. Két év múlva megjelentetik az Erdélyi Helikon című folyóiratot is, de ezzel párhuzamosan ez a társaság hozza létre. Tehát így néz ki a Maros-Lécsi vár, és hát várkastély. Tulajdonképpen várkastély, nem tudom, nem vagyok szakember. És azt hiszem, hogy írva van egy cinikus megítélés. Lát, hogy ez a szerelem hosszú volt, és sokáig egész élet hosszán, olyan barátsággá szelédül tartott. Őt nevezték ki Kolozsváról a Maros-Lécsi találkozók háziasszonyának. De valóban is ezt csodálatosan ellátta, hiszen úrinő volt, és nagyon jól értette. Elmondhatok egy pikás történetet ezzel kapcsolatban? Sok írónő is volt, tehát teljes demokrácia volt ebben az írótársaságban, és Berde Mária, aki egy nagyon tehetséges magyar-német szakos tanár és kiváló írónő volt, például Tüzes Kemence, és a női egyenjogúságért küzdött, viszont nagyon meghízott már erre az időre. És szándékosan vagy nem szándékosan a szobáját a Borna Missa Karola mellé tették, aki akkor már 50 év körül járt, de olyan volt állítólag a teste, mint egy szobor, és azzal hegyszerte a nagy nevű írónőket, hogy bement a fürdőbe, és mesztelenül vonult végig közöttük, hogy mutassa, hogy én még 50 évesen is csinos vagyok, mint így. Tehát ez a humor része, viszont leírták sokan a kortársak közül, azért mertem elmondani. Na, itt gyűl össze a Vécsi kastélyban ezentúl 1926-tól kezdve, 1944-ig minden évben, amikor engedik, hogy összegyűjjenek. Aztán a háború alatt van, amikor betiltják és bonyodalmak következnek, de valahol mindig megtartják. És amit kapcsolódva ahhoz, hogy szabad kőművesség, meg efféle az erdélyi magyar értelmiség, elsősorban ugye az írók, akik itt szervezkednek, azon gondolkoznak, hogy hozzanak létre úgy
társaságot, egyesületet, hogy ne lehessen belékötni. Tehát ne zárja, a szigorlanca borzaszt, a román szigorlanca, akit lehetett, elkapott, büntetett, vitték, szörnyű állapotok voltak, és akkor kitalálják azt, hogy ez egy, azt hirdetik meg, és ez a transzhumanizmusra jellemző, tehát azért idézem, mert ez a transzhumanizmusnak az alapgondolata, hogy ez az író szabad, egyenlő, demokratikus társulása. Teljes szólásszabadsággal, a nemek közötti egyenlőség, a sajtószabadság és minden értelemben mi megvalósítjuk, bárki jöhet. És minden egyes rendezvényre meghívják a román írók egy részét, német, az erdélyi szászírók egy részét, és nem lehet belekötni, mert nincs vezető sem. Bánfi Miklós a koronán fogva általában egy-egy napra őt nevezik ki, de demokratikus kar lendítékkel, felemeléssel, hogy legyen Bánfi Miklós a tiszteletbeli elnök, a napi elnök, de nem, nincs vezető. Tehát nincs bejegyzett cége, és ettől emlékeztet a szabad kőművességre, és valaki úgy nevezi egyszer, az egyik, egy Krendel Miklós nevű újságíró úgy írja le, hogy a magyar írók megteremtették a szabad asztalosságot. Mert vendéglőben meg ilyen helyen gyűlnek össze, és ezt nem lehet. A szigorlanc emberei ott ülnek a szomszédasztalnál, ők pedig tárgyalják a magyar irodalom sorsát. De közben kiadójuk van, folyóiratuk van, Bánfi Miklós megbízzák azzal, mint akinek a legnagyobb tapasztalata van, hogy szervezze meg az erdélyi színház életet, és elkezdik az oktatást is szervezni. De mindez teljesen törvényesen, legálisan. És a színházi életről Bánfi fogalmazza meg, most nem tudom szó szerint idézni, de azt mondja, hogy az oktatás mellett az anyanyelv és a nemzet fennmaradásának legfontosabb eszköze a színház. És ezért nagyon hálás vagyok neki, ezért lettem én színi kritikus valamikor diákkoromban, mert valóban kisebbségben éreztük, hogy az iskola mellett, ahol már nem engedik, hogy esetleg magyarul beszéljenek, a színházban még lehet magyarul beszélni. No, és ott Bornemisza Karola ott is gyakran fellép, de hát ugye Váradi Aranka, aki viszont Pesten a partnere. A továbbiakban 10 évig így működik, és ezt innen kezdve beszélünk transzhumanizmusról. A transzhumanizmusnak tehát a legfőbb fóruma a Marosvécsi Írótalálkozók rendezvénye, és az Erdélyi Szépmíves cég kiadó, illetve az Erdélyi Helikon című folyóirat. Megpróbálok képet mutatni. Hú, most már merre megyek, nem jó irányba megyek. Talán elnézést kérek, de nem tudok. Visszafelé mentem? Visszafelé mentem. Itt a és itt van az első marosvécsi találkozó. Azt mondom, hogy amivel kell nekem, ezt itt mutathatom, megpróbálom. Itt látjuk Bánfi Miklós. Itt már azért eléggé koros, és még felismerhetünk néhány személyiséget. De az a baj, hogy maga is a kicsi, az alacsony. Fent egy aranyos, kedves Molter Károly Marosvásárhelyi tanár, és én még megjöttem, hogy középiskolás voltam, és Molter Károly sétált a Bolyai utcán, mint a Bolyai Református Kollégium ekkori tanára, és én mindig megszólítottam és elbeszélgettem vele. A Kemény János a házigazda, nagyon kedves, aranyos ember. Nézem, hogy hol van. És ott ül Tamás Járvon. Tamás Járvon. Tamás Járvon. Igen. Igen. És most már kapni, és... Kós Károlyt keresem, mert középen az a főr. Én még nagyon fiatalnak tűnik Kós Károly, de ez Kós Károly. És itt Berde Mária, meg a Sárad Bíró, hője, Gulácsi. Gulácsi. Igen. Most ennek házigazdájaként
Tessék, Áprili Lajos is ott van. Ott van Áprili is, igen, csak én most sajnos rosszul látok, úgyhogy nem, de ha végignézzük, akkor pontosan meg tudjuk állapítani. Most a hazatérése ismét csak sok problémával jár. Tudnélik, ekkor már létrehozzák, ugye azáltal, hogy beindul egyrészt a transzilvanizmus irányzata működik, de ez teljes mértékben kulturális intézményként is, nem is intézményként működik, megjelennek a pártok, és megjelenik a Magyar Párt. A Magyar Párt, amely erős szerveződés, és Bánfiban politikai ellenfelet látnak. Ezért tudnunk kell, hogy ahhoz, hogy Bánfi visszatérhessen, hiszen hát az a furcsa, hogy Magyarország külügyminisztere megjelenik, mint román állampolgár. Ezért a román király előtt esküt tesz le, hogy 10 évig, legkevesebb 10 évig nem szól bele aktívan a politikába. Csak hogy ezzel azt mondják a politikusok, hogy igen, csak bizonyára valami sumákság van, mert nem politizál, és még igazuk is van, mert olyan hihetetlen tekintélye van Bánfi Miklósnak a sokrétű társadalmi és művészi, irodalmi és alkotói tevékenysége miatt, hogy jobban hallgatnak rá, mint például a másik Bethlen, a másik Bethlen ágból származó Bethlen Magyar Párt elnökére, és gyakran tőle kérnek tanácsot. Emiatt a sajtóban, a politikai sajtóban, mint az erdélyi politikai sajtóban elég sok vita alakul ki körülötte, amire ő nem bonyolódik vitába, hanem megír egy különleges könyvet. Ezek az illusztrációk, mert ima humora, az a cím a könyvnek, hogy Fortéos Deák Bordizsár, valahol a képek között annak is azt hiszem betettem a borítóját. Fortéos Deák Bordizsár kitalál mind a kettő illusztráció, ez a Szent Ferenccel kapcsolatos történet humoros, ez pedig azt pedig kihozza, hogy Dante elmegy egy költői versenyre, és senki nem akarja fogadni. Dante az ellensége, politikai ellenfelei nem engedik, hogy ő nyerje meg az első díjat a költői versenyen, és ezért van a Harangok is a címe ennek, viszont a Harangok felismerik Dante zsenialitását, és mégis megszólalnak a Harangok, amikor ő lepírta arról, hogy ő legyen az első számú koszorús költő. Megírja ezt a Fortéos Deák Bordizsár című sorozatát, részben az ellenzékben, részben az Erdély Helikonban, és ő maga illusztrálja, tehát ismét tanulni vagyunk ennek, és itt látjuk azt, hogy GBM, ez a Gróf Bánfi Miklós. Tudni kell, ez az első olyan könyve, ahol a nevét így szerepeltető Bánfi Miklós, Gróf Bánfi Miklós. Egyébként a korábbi összes írását úgy szignálja, hogy Kisbán Miklós. Tehát a kicsi Bánnak a fia, a Kisbán. Innen lehet felismerni, hogyha találkozunk valahol ilyen régi folyóiratban, vagy könyvben ilyen szignóval, hogy Kisbán az maga Bánfi Miklós. Most megpróbálom ez a borítólapja az Erdélyi Helikonnak, és nem tudom, látszik-e a... Sikerült kimentenem az internetről. Én a szerkesztőként is úgy szerepel, hogy Kisbán Miklós. Tehát, főszerkesztő. Mint főszerkesztő. Szerkesztő. De gyakorlatilag a gyakorlati szerkesztés április végezte a szerkesztés mindaddig, de elég rövid idő után elment, és azután többen mások vették át, de a szellemisége a Bánfi Miklósé mindenképpen. És amit fontosnak tartok ebből az időszakából, ezt a folyóiratot, a könyveket nagyon kevés pénzért kellett kiadni. A román állam nyilván nem támogatta. A magyar államtól nagyon kevés támogatást kaptak, előfizetéses módon próbálták megjelentetni, tehát aki tehette, megengedhette magának, az ingyen dolgozott. Bánfi Miklós természetesen
a grafikáit, az illusztrát, nagyon sokat, majdnem a szépnéves szép könyveinek, megjelent könyveinek szinte felét ő illusztrálta, és ezt azért tettem be, mert ez Makkai Sándor, hát látható is egy kicsit szomorú ez a Makkai Sándor írta az első könyvet, nem tudom, hogy közismerte, hogy az első jelentős adi könyvet Makkai Sándor erdélyi püspök írta, aki már akkor felismerte Adinak a nagyszerűségét, a zsenialitását, és mintegy szembeszállva a magyarországi adi ellenzékiséggel írt egy adi értékelést, nem dicsimuszt, értékelést írt. Tehát miközben még azt is a Báfi nagyvonalúsága abból is meglátszik, hogy itt a halotti maszkát mintázza meg illusztrációként, de már nem Báfi, miközben említettem azt, hogy lett volna oka haragudni a D. Endrére, mert ő nevezte először dilettánsnak, de fölébe emelkedett. Lássam, hogy még itt ebből a korszakából azért tettem be, hogy látható legyen itt, amikor például dedikál, Magyarországon is összervezte meg, hogy a magyar írók, az erdélyi magyar írók bemutatkozhassanak Magyarországon. És ugyanúgy, ahogy most létezik az ünnepi könyvhét, akkor is voltak ünnepi könyvfesztiválok, és az erdélyek testületestől az erdélyi Helikon írói, a transzilvánista írók megjelentek Báfi Miklós támogatásával. No, erre szerettem volna illusztrációt szolgáltatni. Itt Budapesten is dedikált. A másik pedig, amikor ez már a 30-as évek, amikor szintén benne vagyunk a transzilvanizmus idejében, a szegedi rendezéséről készült fénykép, amikor is jelentősítette. Erről nagyon sok tanulmány szól, hogy mit rendezett, hogyan rendezett, ez, de neki is van, több madács tanulmánya van, elemzéseket végez, és ezeket az elemzéseket aztán arra használja fel, hogy amikor ő madácsot rendez, akkor az példás bemutató legyen. Itt ismét egy jelenet, ez viszont a szegedi szabadtéri játékokban, amikor konkrétan jelenetet, színpadi próbát láthatunk, illetve illusztráció plakátot láthatunk róla. Ezt azért tettem be, ezt a képet, mert időközben a lánya ugye felnőtt, és megismerkedünk a lányával, aki sajnos aztán kénytelen eltávozni, hogy együtt láthatjuk őket. Közeledünk a második világháború felé, de ebben az időben kezdi írni azt a művét, az életének a döntő művét, a trilógiát, az erdélyi trilógiát, amiről tulajdonképpen arról kellene sokat beszélni, de hát az egy külön téma volna. Arra hívnám fel a figyelmet az erdélyi trilógia kapcsán, hogy azt hiszem, a magyar irodalomban ez az egyetlen olyan jelentős, nagy panorámaszerű történelmének is tekinthető regény, amely a provinciából, a vidékiségből, Erdély felől az egyetemes magyarságot képes láttatni. Tehát nem, mint Móricz, aki Magyarország felől látja Erdélyt és áttekinti, hanem ő a főszereplőjét elindítja Erdélyből, mint arisztokrata, és végigviszi egész Magyarországon, a Dunántúlon. Megismerjük a dunántúli arisztokrácia életét, és ez nyilván hiteles, tehát egyszerre fikció is, egyszerre hiteles, és megfordulunk a Borgban, és megismerjük az arisztokrácia életét, és ezért egyedülálló. Annyira ezt nem jelölöm órát akarok tartani, csak megemlítem, hogy furcsa módon szinte hamarabb fedezték fel nyugaton,
mint Magyarországon a 90-es években, mert kevés olyan regényíró van, aki maga is arisztokrata, és az arisztokrácia életét ábrázolja, és ezt felfedezték előbb a németek, aztán az angolok, aztán az olaszok, aztán a hollandok, és lefordították mindenféle nyelven, legutoljára tavaly románra is lefordították ezt a könyvet, és közben aztán természetesen elkezdtek megjelenni a különböző magyar nyelvű kiadványai is. És sajnos nagyot ugrottam, mert de a Vécsi várra azt hiszem, hogy ami a legfontosabb, ezzel kapcsolatban elmondtam. És talán az utolsó évekről kellene még beszélnem, mert amit mindig próbáltam hangsúlyozni, hogy Bánffy teljes mértékben tudatában volt annak, hogy akinek akkora vagyona van, mint nekik, illetve neki személy szerint nem volt, de mint a családjának, az ezzel a vagyonnal az egész nemzetnek tartozik. Ezt úgy mellékesen üzenem politikusoknak is, hogy a vagyonokkal érdemes felelősséget vállalni a nemzeti vagyonért, és kiírta magamnak ide. Gyűjtik. Kérem szépen. Vállalnak is. Igen. Visszavásárolták az aranykészletet, amilyen még soha nem volt. Igen. Nem politizálok, nem szolgálkozom. Ez nem, ez tény, ez nem politika, ez gazdaság. Én most a regényből egy részletet, ami viszont hiteles és saját élményei, valóban saját személyes élményei alapján idézi fel Bánffy, a főszereplő nagyapjának a tanácsait. Az, hogy a főnemesség egy bizonyos patriarkális örökséget és felelősséget képvisel. Arra gondolt, hogy unokája könnyen örökölhetné ezt a családi dőlfőt anyjától, tehát féltette a családi. Régen a jobbátság idején, mivel a földes úré volt, minden a földes úré volt. Ezért erkölcsi kötelessége volt, hogy mindent ő csináltasson, építsen és javítson. És ez legyen az egyetlen tanulság reál nézve is. Tehát furcsa mód visszamegy szinte a középkorba, az olyan viszonyok közé, amikor hát a patriarchának kötelessége volt felelősséget vállalni. Hogy elején közül sokan jutottak vezetőállásba, társadalmi helyzetük, vagyonuk és családi kapcsolataik eléggé indokolják. Megelégedésre csak az szolgálhat, hogy a feladatoknak tisztességgel megfeleltek. A családi gőg azonban mindig nevetséges és káros. Így, mikor az ember valami országos szerepre vagy állásra elhivatik, azt érzi, hogy az az állás, amihez hozzájut, nem tette nagyobbá, mint amilyen különben volt, ha pedig elveszti, akkor sem lett kisebbé. Hiszen a magyar társadalom struktúrája eddig, hogy vezérállásokra főrangúakat visz. Erő ez akkor is, ha bármely erkölcsi parancs miatt megválunk a hatalmi állástól. És ebben van a noblesse oblige-nak magas értelme. Ha igazán hiszed, hogy származásodnál fogva többet dolgozni és jobban tudsz szolgálni, mint a többiek, akkor ez igazzá is lesz. Mert a hit az borzasztó erő, és egészen mindegy, miből táplálkozik. És itt tenném hozzá, hogy azért vannak például Makkai Sándor a püspök az írók között. Egyrészt Makkai Sándor kiváló író volt. Mai napig is elsősorban történelmi regényeket írt. De azért is, mert a Bánffy családnál ősi hagyomány volt, hogy a református egyház főgondnokságát vállalták. Úgyhogy amikor az apa meghalt, akkor Bánffy Miklós szinte automatikusan örökölte előbb a kolozsvári gondnokság, majd a kerületi főgondnoksági tisztet. És erről vannak olyan dokumentumaink, hogy ezt ő annyira komolyan vette, hogy 44 után, mert ugye Románia 44. augusztus 23-án szabadult fel, ahogy mi tanultuk az iskolában, és ők még próbáltak értetni a református kollégiumot, amelyben aztán én, mint Bolyai Lécsabban végeztem a későbbiekben, és még mindig Bánffy volt a főgondnoka. Molter Károly, aki pedig ott volt író, és akit mutattam az imént az írók között, ennek volt magyar tanára. És akkor Bánffy Miklós elment, Molter Károlynál szállt meg,
és elvégezte a teendőit, tehát ez még a 40-es évek végén, ők még hittek abban, hogy a református egyház képes fenntartani és támogatni azt a kollégiumot, amelyben akkor már teljesen kicserélték, és az én tapasztalatom már az, hogy teljesen kontraszelekció van, nyilván nem olyan, hanem nagyon más hívő tanárokat állítottak oda a későbbiekben. Tehát még ezt a feladatát is, ami nagyon többletreadás volt, ezt is nagyon komolyan vállalta. No hát így jutunk el a 30-as évek végéig, ahol még sok mindenről volna érdemes beszélni a tevékenységéről, de ezek a legfontosabbak. 34-ben, 35-ben, mint említettem, meghívják Szegedre, hogy a madács rendezéseket emelje világszínvonalra, ez sikerül neki. Egyébként még mindig ott is várak érik, azt mondják, hogy persze elmegy és iszonyatos összegeket kér a rendezésért, mert hiszen ő híres rendező, híres ember, és akkor a Szeged városi vezetése kiad egy nyilatkozatot, hogy Bánfi Miklós az égvilágon egy fillért sem kért első, amit fenntartottunk neki, most már nem tudnám megmondani, meg szegedi első osztályi hotelben a különleges lakosztályt visszautasította, és egy egészen egyszerű hotelszobában szállt meg ez alatt az idő alatt is. Tehát igazán azt hiszem, ebben mindenben példával igyekezett előjárni. Nem szeretett volna visszatérni a politikába, nem csak azért, mert megesküdtette a román királynak, de hát letelt az a 10 év, úgyhogy megszeghette volna, illetve beléphetett volna, de nem akart. Ellenben a második világháború idején ismét ugye elvál az a helyzet, hogy Erdély egy része ismét Magyarországhoz tartozik, a másik része nem, és Bánfi itt próbál azt a bizonyos transzilván szellemet teljes Erdélyben a románság, a román vezetők barátságával is próbálja erősíteni. És ez az, amiről említettem, hogy Csapody Miklós egy nagyon-nagyon hasznos politikai dokumentumkönyvet írt, amelyen feldolgozza azt, hogy hogyan készítik el, hogy 1943-ban próbálja meg felvenni a román vezetéssel a kapcsolatot, és dokumentumok vannak, tehát én Csapody Miklós dokumentumainak kétségtelenül hiszek. El is jut Bukarestbe, meg is szervezik a titkos találkozót. Az a lényeg, hogy a Gestapo ne szerezzen tudomást róla. Tehát állítólag kiátszák a Gestapot, úgy tudják. Kiátszák, leül Manióval, tárgyalnak. Manió azt mondja, hogy nagyon jó, ugorjunk ki együtt a háborúból, de Erdély a miénk marad. Bánfi pedig azt mondja, hát ugorjunk együtt a háborúból, és bízunk a nagyhatalmakra, hogy döntsék el, Erdélyt hogyan osszák el. Na most itt ebből ennek nincs jó vége. Akit érdekel a történet, utána nézhet mélyebben is. Románok elárulták Bánfit. De sajnos a németek is. Mert kiszivál, igen, valaki, nem tudjuk, hogy ki, tehát valaki befújta, úgymond, mert megtudják, és miközben visszajön Pestre, és a felesége olyan Váradi Aranka, olyan gyönyörű a naplójában, hozzá lehet jutni, meg lehet venni, közzétették a Váradi Aranka naplóját. Aranka írja, hogy még a bombázások közepette is ül és orvosban, most nem tagadja meg önmagát, miközben próbál cselekedni és tenni, és nem tudja, hogy ez alatt kifosztják, illetve felrobbantják a Honcidai kastélyt. És ő vissza akar menni, tehát 44-ben visszamegy. És itt most mondják, én valószínűleg nem találnám meg az idézetet, de tudjuk azt, hogy akkor már 44-ben nagyon mozgolódnak, és tudjuk, hogy a kommunisták, tudja ő is, látja, hogy a kommunisták át fogják venni a hatalmat. És egyesek ismerik Balogh Edgár nevét, aki jelentős kommunista vezér volt, és a Balogh Edgárnak van egy könyve, a öregkorában írt, a Szolgálatban a címe. Ő becsületesen, én Balogh Edgárt azért tiszteltem, én akkor fiatalon kerültem munkatársnak, egyetemistaként a korunkhoz, ő volt a főszerkesztő helyettese, és egy nagyon becsületes hívő kommunista volt. Tehát ő hitt abban a kommunizmusban, de Bánfi pedig felajánlotta neki, hogy
átadom, ha a kommunisták győznek, akkor úgyis mindent el fognak menni tőlünk, ennek tudom, ezt leírja a Vonnegutnak, és én felajánlom a kastélyomat a munkásosztálynak, amely a hatalomra fog törni, hogy legyen szakszervezeti üdülő számukra. És ez könnyek között írja le, látszik. Úgyhogy ez nagyon szép, de hát nem volt mit felajánlani, mert idejében felrobbantották. És ezután tragikus évek következnek, úgyhogy akkor a feleségem integet, hogy idő. Láttam. Megpróbálok itt egy nagyon szomorú, és ezzel akkor le is fogom zárni. Ez egy borzalmas kép. Szintén Pánfi akkor sem adja fel, utolsó éveiben elveszik mindenét, azt sem engedik meg, hogy a saját házában albérletben lakjon. Onnan is kirankják, hogy fizetéses albérletben, hanem erre-arra hányódik. Aztán azok, akiken segített, azok segítenek most rajta, és itt nem tudom, el lehet-e olvasni, vagy én próbáljam meg elolvasni. Jóska, te jól látsz, nem? Vagy még kell, hogy megpróbálom én, hogyha... A román van a szöveg. Hogyan mondhatott ő excellenciája a nagyon magas rangú és nagyon nagy hatalmú gróf Pánfi Miklós, Losonc várója, a császári és királyi apostoli felség valóságos belső titkos tanácsosa és kamarása, a királyi színházak intendánsa, külügyminiszter, az ordinári és a Szent Sándorrend nagykeresztese, stb. Funkciói, és az ő hűséges házmestere, Demeter Mária asszony, a jó Kolozsvár városában öltsák krumplit éjjel 3 órakor, hogy elkerüljék a mindenféle őröket, az előjáró kémjei és más hitetlenekkel, Pánfi Miklós 1947. Amiből mindannyiunknak az a tanulság, hogy az arisztokrata azt sem szégyelli, hogyha fizikai munkát kell végezni és beszerző körútra menni. Éhhalál fenyegeti. Végül is az új miniszterelnök Petru Grózának ír levelet, hogy hagyjátok, hogy éhen haljak, vagy kiengedtek végig, adtok útlevelet Magyarországra, amerikai közbeavatkozás, meg mindenféle egyéb történik. Végül is megkapja az útlevelet, visszatérhet Budapestre, Váradi Aranka nagy szeretettel fogadja, de már olyan beteg, hogy egyenesen a kórházba viszik, orvos barátai próbálják kezelni, de nem tudják tovább értetni, nem tudják megmenteni, állítólag az epehólyagja szakadt át, mert egyszerűen olyan nem kezelték. Kolozsváron tragikus körülmények között hal meg, és a temetésére egyetlen egy barátja megy el, Ravasz László lelkész, ő temeti, senki más, sem arisztokrata, sem más nem megy el, csak néhány szűken a családi körből, és aztán 1977-ben a havait visszaviszik Kolozsvára, utolsó kívánsága szerint a házsongárdi temetőbe, tehát ott van eltemetve. Én most akkor leállok, mert talán integetett a feleségem, hogy hosszan beszéltem, és szomorú véget nem tudtam szebb véget teremteni ennek. Hát le kell zárnom, és lehet, hogy sok mindent elfelejtettem, amit kigondoltam a közben. Köszönöm szépen, polgármesteri hivatalban. Hát megvan, de én mikor legutóbb a hungarológiai kongresszuson voltam, nemzetközi hungarológiai kongresszuson voltam, az igaz, 2010-ben, ha jól emlékszem, de akkor ott a román polgármester tartott nekünk valami... Ez a Bánfi palota, az Mátyás templom, Mátyás templom hátra mögöttünk. Tudom. A keleti... Tudom, ott voltunk, de... Hát az múzeum. Azt tudom, hogy kiállított elem meg egyéb volt, egy részét átvették. Ő egyébként, ezt akkor most még egy adalék, hogy amikor elvették, ugye Kolozsváron működött a Ferenc József Egyetem, azt elvették, és Bánfi a palotáját felajánlotta a Ferenc József Egyetem székhelyének. Tehát ő így próbálta visszakapni utána, hogy legalább abból legalább bérleti díjat fizessenek neki. Tehát átadta az egyetemnek, de hiába adta, hát nem
Sem mai nap se lehet visszakapni tőlük nem, sem. Nem. Saját bőrömön is tud. Mondja te, mert te jobban tudod mondani, te mert feleségem jobban utána nézett a családi. Hát erről nem beszéltem, hogy Budapesten férjhez ment egy amerikai katonatiszthez az 1945-ben a lánya, és kiment már akkor Tangerbe, és mai napig is ott él a család egy része. Őszintén szóval nem tartottam annyira fontosnak, mert a munkássága fontos, elnézést, hogy... A feleségem velem olvasott párhuzamosan, és a családi ügyeket van megjegyezte.